Üdvözlöm a kedves nézőket! Folytatjuk a Hogwarts Legacy-t. Ha jól emlékszem, most a próbák jönnek. Méghozzá az első. Amiben... Tovább teszteljük a mikrofont, hogy milyen. Ugyebár itt hagytuk abba legutóbb. És akkor megnézzük, mi a küldünk. Ugyebár ez adott, ezzel majd foglalkozunk. Gerlich professzor azt szeretné, hogy próbáljam ki egyszerre a kínai kafogókáposztát, mandragórát és a mérges csáfüvet. Azt is kérte, hogy gyűjtessek el és takarítsak be egy meghajtófüvet, ha bármilyen magra vagy növényre van szükségem, a remek retek vagy a kutyabenge és galóc őrzetben megtalálom őket. Bár a mindent útmutatom nem fog segíteni, de térképpen még hasznomra válhat. Nyilván az előzőjét megcsináltuk, úgyhogy most be kell gyűjtenünk meghajtófüveket, és három harci növényt kell begyűjtenünk és használni egyszerre. Nyilván, úgyhogy most iránya torony. Méghozzá abba az irányba elhagyjuk a morcot. Bárhol kimehetünk, a lényeg az nekünk, hogy csak repülni tudjunk már. Főleg, ha megakadunk a csodálatos padban. És akkor innentől már tudunk repülni, úgyhogy tab és hármas. Ahogy kell. De ezt a két lufit is kidurrantjuk. Gyorsulunk, bár ugye bármi kicsi a seprünk teljesítménye, így gyorsan alább vagy az ereje. Ugyebár eléggé le van véve itt a laptopon a grafika minősége, de még így is elég korrektül néz ki szerintem az, hogy ilyen baromi nagy táj van betöltve láthatónak. Ehhez a toronyhoz kellett jönnünk, úgyhogy lassan landolunk. Látható, mennyit hoz buszba, hogyha gyorsan repülünk. Liftelesztét ki is kapcsoljuk, és leszállunk, mert itt van egy hoppont hely. Sombarka tornya. Ez befogalva is ad egy feladatot, az Arresto Momentum a lassító bűbájnak. Csak hogy jó legyen. Ugyebár most a hangmodulációt, amit a Voice Changer ad, most nincs, úgyhogy most a mikrofon saját hangja van. De nézzük meg, hogy amúgy milyen küldit akar a professzornő. Repülősre a tornya közelébe és a Cambridge torony közelébe. Aha. Mondom, nem csak a környezetébe kell repkedni, hanem a lufikat kidurrantani. Hát ez nem egy vasid loss. És akkor megvárjuk a professzort. Itt is van. Tépsúnyi módon mondja, hogy over here. We're not alone. We are not.
Ranrock's loyalists. Listánkból egy tucat van belőlük. Nice. We could, but we've no idea what's in the tower. Nem tudjuk, mi van a toronyban. More importantly, however, I'd like to know why they're here. They've set up camp just ahead. I suggest we investigate a little before doing anything else. Let's go. Well, this isn't ideal. Hát akkor nézzük meg. No, it isn't. This way. And I'd suggest we use the disillusionment charm here. No sense in announcing our arrival. Mondja ezt ő, miközben rajta meg van. Mint rajta nincs ilyen. Hogy nézzük körbe, hogy mi van itt. Egyből itt is vannak. Közelíts meg egy gyanútlan ellenséget, majd hajtsd végre a Perfectus Totalus varázslatot. Ez tartósan megbénítja a leggyengébb ellenségeket, a legerősebbeknek pedig komoly sérülést okoz. Hát kérdés, hogy tudunk-e vele mit kezdeni. Stay hidden and cast Patricus Totalus. Well done. Kapta halt. Revelio. Oké. I was only following orders. There must be something here. Ramrock says. Talán ellene is sikerülni fog. Erőnyerő főzet. Szépen silent assassinkodunk. Ott még ketten. Pusztulj! Ő nagyon kapta. Arra még vannak. Úgyhogy bármi lehet és akármi. Mert ők nem láttak semmit. Varázslómester. Vajon ellene mennyire hatunk? Pap. Gyorsan kapta halt. Ott meg ketten. Az egyikük alszik. És nem lát. Hát akkor ajándék. Nagyon kapták, nagyon haltak. Jó, hát akkor ők kapták, haltak. Ha minden igaz, más itt nincs, szóval ettől függetlenül még lehet kellemetlen meglepetés a környezetünkbe. Utasítások közvetlen Ranrocktól. Utasd át a tornyot és a környező területet, figyelj mindenre, minek közel lehet a nevekhez. Amint ott találsz, lehet a kulcs, hogy a koboldok végre nekik megillető helyre kerüljenek ebben a világban. Mondja Ranrock. Szóval az sem egy hátrány. Nagyon nice. Vérre szomjazol azt. Többszörösen kapja. Ő is. Nehogy azt itt, hogy azt ellenem hatsz valamit, mert kapott haz. Hát ezek is kapták, haltak. Ugyebár a játék normál nehézségű szinten van.
ez nem nagyon bonyolult most így a arc benne. Szerintem szépen odafigyeléssel ki lehet dodge-olni mindent is. Jó, madárriasztó varelló kalapja lett. És még mindig nem tudjuk, mi van a toronyban. Ő elindult abba az irányba, úgyhogy benézünk ide. Próbákról nem tudnak. Valamiért fontos nekik ugyebár ez a hely. Nagyon kíváncsi leszek, hogy milyen lesz a hangom itt a mikrofonban majd, kiderül. Nyilván sokat javítani rajta még nem tudok, mert nem nagyon tudom, hogy lehet ezt éppen megjátszani, hogy nagyon hangmérnökösködjünk rajta, de eljegy be minden fain. Jó, mehetünk ide be. A kérdés nekünk kinyitotta. Tudja a dalahom órát, mindig nem. Aha. Elvégbe is szólta magát, hogy akkor ezt meg fogjuk hamarosan tanulni. Oké, nincs más. Kis money. Someone was an avid reader. Igazi könyvmoly. Can't say I'm familiar with many of these titles. Ugyebár most az ajszűrő nincs utánállítva a dolgoknak. Hogy elég sok háttérzaj, egér, kopogás, billentyűzet behallatszódhat pluszba. Ő szerinte évszázadokkal ezelőtt meglettek bűvölve ezek a seprük, és nem látott még ilyen tartós bűbájt. Ott meg ugyebár a lenni vagy nem enni kategória. Welcome to Sanbakar's Tower. Sanbar torony. Oké, okay. Ezt nekem nem akarod kinyitni? Na, nem. Akkor itt van a Principal Rackham. Hello, Professor. Did you see Sam Bakar's tower? I did. Professor Bakar is a keeper you had yet to encounter. I'm glad to see that I was correct in presuming that we would meet again soon after our last encounter. Though I surmise, based on the commotion I heard, that you did not have an easy time getting to me. We did not, Professor. We encountered goblins outside the tower. That goblins were aware of my vault is disquieting enough. Nem feltétlen a széfről tudtak szerintem, hanem csak. Tower, then the threat may be greater than I thought. All the more reason for us to move forward. Ja, már mint a széfről, ahonnan entry, a reservoir of ancient magic like those you've seen before has been unlocked. Commanded to access a doorway. I'm afraid I cannot say more. Vizsgáljuk meg, és nyissunk átjárót. Oké. He and I will in time see you back at the map chamber. Remember egyedül what you mennünk. See. We're going to need to understand how Ranrock's loyalists knew about a tower that once belonged to a keeper. For the moment, however, you've more important things to set your mind to. A reservoir of ősi mágia gócpont. Hát Revelio yes, haverunk. Then I shall látni fogjuk a nyomokat. Increasingly capable hands. That said, be careful. Nagy esélye. I'll see you back in the map chamber. A mikrofon egyik a reservoir of ancient magic downstairs near the entry. Revelio. Egyik előnye, meg mellette hátrány is, hogy van rajta egy olyan, hogy ugyebár a fülesre van dugva, hogy átengedés, aminek köszönhetően a földről megisszuk a teát, pár évszázada itt van, de hát minket az apróság nem zavar, varázstea bírja az.
Val úgy van beállítva, hogy halljam a hangom egy részét, viszont azt hallom csak, hogy a ventilátor maximum pörög a laptopon majdnem, mert annak van ugye, bár most ugye teljesítménye föl van kapcsolva. Nyoma, hogy megy. Viszont a OBS visszajelző alapján elviekben nem hallatszik bele nektek, max ha beszélek, mert mikor csöndben vagyok, akkor nem mozdul a zöldség, nem jelenik meg, hogy a mikrofon megy. Na mindegy, haladjuk a játékom, azt jobban érdekel szerintem titeket. Még ha engem ez a kis élő teszt egy kicsit ilyen téren jobban megnyugtat. Itt a mágiát alkalmazzuk, és megyünk is oda be. A leírás alapján, lássuk mit tartogat számomra Rakan professzor próbája. Nitze-mitze. Ha megfordulunk, sem látunk semmit, csak azt az egy darab lakatot, amit nem nyitottunk ki. De annyira nem kicsi a gyári hatótávja se ennek. Hiszen a széjjel kelljen upgrade-elnünk a Revelliont. Itt Tehun első próba, mentünk egyet, mert Murphy sosem alszik. És bármi lehet és akármi. Északi Ford mocsárnál vagyunk ő szerinte. A felszerelésnél új kesztyű gyengébb, mint a miénk. És a madárijesztő varellók alap is. Azon kívül ugyebár már két szintet léptünk és filózok rajta, hogy valamit meg upgrade-elünk. Stupor hosszabb ideig kábítva, erőfőzet nagyobbat tört, Revelio hatótáv, ez kell. Nem véletlen lehet 16-os szinttől használni, valószínűleg fontos. Ezt annyira nem érzem, hogy az ősi mágia megragadja, majd elhajtja az ellenség fegyverét, mert eddig full random dolgokat csináltunk, amikor ősi mágiával gyepáltuk. Vagy villámcsapást kaptak, vagy földhöz vágtuk, vagy társai. Na nézzük. Hát loading screen a haverunk első körbe. Azaz nem kapunk semmi átvezetőt oda, majd gondolom most tölt be. Lenyűgöző monumentális helyek. Nem mondható csúnyának a játék, meg így log grafiken se. Oké. Annyi, hogy a NSIOS Nvidia DLSS utánzatot lejjebb kapcsoltam, adat nem, mármint följem. Így nem maximális teljesítményem van, vagy min, hanem minőségebben. Jó, hát itt már van kép szobor, aki nem biztos, hogy nagyon a haverunk, úgyhogy szerintem gyorsan csináljunk magunknak egy normálisabb támadási részt. Itt van lebegésünk. Te vagy a megfagyasztó. Meg a gyere csak ide. Oda berakhatunk egy ilyet. Ezt lehozhatjuk ide. Ráküldhetünk egy ilyet. Mert akkor ezzel a négyes kombóval tudunk amúgy támadgatni. A többit meg majd meglátjuk. Ez meg itt a Wingardium Leviosa, amit behajítunk ide, mert még jól jöhet. Na nézzük. Igen. Próba cseresznye. A Revelionon upgrade-eltünk, szóval ez se nagyon hagyja meg. Meg ez se. Jó, valahol észre kéne magam venni, mert szerintem... Ja, menjünk le, jó. Ezen a próbán mi átjutottunk. Anó. Ősi mágia nyom. Lenyűgöd, azt mondját egyből lett egy utunk. Itt meg kék négy
szemes szemüveg. Oké. Jó, hát én itt hirtelen tök úgy tűnt, mintha itt is lenne egy átjáró, de akkor nincs. Akkor fölfutunk ebbe az irányba, és átmegyünk. Akkor egyből van több irányunk is. Két ládán, két oldalt. Egyikben 65 money. És olyan, mint hogyha most a lősi mágia hatása alatt lennénk napellenzős védőszemüveg. Ugyebár más hely a kettő. Egyik a másikra nem vihető át, és ez adja magát a próba is majd szerintem. Hogy mit és hova. Itt szépen hullámzik. Azon kívül, hogy látványos. Ja, hogy onnan lejöttünk. Oké. Okay. Hát meg akkor fölfele akar menni, nem baj. Még van 17 élettörtünk, és ott volt egy ősi mágia pont. De előtte ez kell nekem. Támadás nyomát nem látom sehol. De ahogy látom lesz, mert vannak itt low budget pistikék, és itt jelzi, hogy itt van a megvizsgálandó. More traces of ancient magic. Something must be different. Persze, hogy megváltozott valami, mert ha innen nézzük, az ott már egy másik hely, ami itt ugyebár nincs, és itt az oldalt nincs ősi mági nyom, azaz ha hátulról hibásan mész át, akkor kijutsz. De ha jó irányból nézed, akkor máshova jutsz. És itt több másik terembe jutottunk át. El is egy baromi látványos megoldás szerintem. Minek köszönhetően ez adott. Az előző adásnál simán volt hangleszakadásom. Mert a zajszűrő része a programban letiltogatott. Hát ők még nem mocorognak. Összetörtük, valaki vagánykodik-e érte? Senki. Oké, kösz szépen. Ez már három. Annyian jöttök még. Nagy középsőt akarom elpusztítani első körbe. Addig is ráirányítom a támadásokat. Ezt nem figyeltem. Jó, a pistike becsapódik, ha nekünk fáj. Pusztulj. Jó. Kivédtük. Apja hal. Ő is, a kicsik nem voltak erőteljesek. És más nem kaptunk. Az ősi mágiánkat meg nem használtuk, úgyhogy fullon vagyunk. Na hát akkor ez itt egy valami, amivel nem tudunk mit kezdeni, mert meg kell kerülnünk ezt a helyet valószínű. Aha. Látványosan nagy itt minden. Azt mondja, ez ismerősnek tűnik. Hát kösz. Van-e bármi, amiért megéri lemenni? Nem. Ide kell egy gyere ide kategória. Úgy. És akkor el kell magunkat pudigálni. Jó. A bal irányba. Oké. Még. Tovább nem. Megint ősi mágia nyomok. Oké.
Gyo I used before. Invitót használtuk korábban, igen, ezen nem múlik. Az a kérdés, mit fogunk látni, mert ha átmegyünk oda, mi lesz? Üdvnándia Hogwarts-ba, látok te is csapatod neki, túl vagy a 30 órán, látom, bejött a játék. Oké. Hát átmegyünk, akkor átjutunk tök máshova. Viszont most már ott van a hely, amivel ki tudjuk ezt nyitni. Szóval oda tudjuk magunkat húzni. Oda. Majd oda. Oké. Ezt kinyitva kaptunk 61 Mangitoszt. És én azt akarom, hogy ide középre álljunk be. What did that burst of magic do? Okay. Perhaps I should examine things from both sides of the archway. Oldalról meg kell nézni, mert elég sima. More statues. Még több szobor, és elment a kép hátra, szóval kösz szépen, kaptunk támadást. Nagyon viccék vagytok. Kösz szépen, ez védhetetlen volt. Aranyosan becsapódtak. Hát akkor kapsz egy ilyet, ajándék, egy olyat. Nem sikerült levédeni, de majdnem. Jó, a repkedj, éred magad otthon. Így is elpusztítunk. Mellé. Visszafelé is kapsz. Így is, úgy is kapsz, amúgy is kapsz. Mindent próbálsz. De ellenem te hatástalan vagy, bástya. Tudod, hogy kapsz egy X-et. Kapta hat. Ahogy kell, gondolom mindjárt ő is megindul, nem indul meg. Halálnak halálában volt, nem tudom a tojások mire jók, lehet, hogy hozzá lehet vágni bárkihez, lehet, hogy nem. Oké. Okay. Megint csak a érdekességek vannak, és innen ki tudunk még menni? Nem tudunk kimenni. Oké. Okay. Hát szomorúan konstatálom, hogy akkor bezárt minket ez a hely ide, majd kijutunk, mert ugyebár a másik irányba is ki akartam menni. Hogy lássuk, hogy mi merre hogyan. Szintén lepusztítva. Jöjjenek, ne jöjjenek, pistikék. Adunk mindennek is az érzésből. Errefele fel tudunk jönni. Meg itt le. Igen, oda akarja a dősi magikát, úgyhogy te gyere ide, a négyes. És akkor nézzük. Kinyitva a hely, kérem szépen. Lett egy másik átjárónk. Hogy nem mindegy, mit és honnan nézünk. Ott lemegyünk. Tépen visszafutunk. Nem futunk vissza, azt mondja, hogy nem mész sehova. Oké. Okay. Szerintem azért van, mert... Ja, ez a hely rezetelte magát, ahogy arra megyünk. Úgyhogy ezt mindenképp eminnen kell megtámogatni, hogy ez működjön. És akkor így tudunk átjönni.
mert hogy ebbe a részben what? Na várjál, mit nem veszek észre, ami fontos. Hogy lehet, hogy az irány nem mindegy. Ezeket meg szerintem csak simán hozzá lehet vágni az ellenfélhez, ha úgy van, de nem fogunk úgy helyezkedni. Hogy gyere ide. Jó. Magyarul valami ringítónak van fordítva. Seems I ought to explore this archway from both sides. Igen, mindkét oldalról megvizsgálva. Így át tudtunk jönni ide. És te... De semmi. Akkor szerintem... Ha átjövünk, akkor... Áthúzzuk ide. Hogy jó legyen. Ott meg átmegyünk vissza. Ahol itt a híd. És... Felmegyünk. Ezt magunkhoz hívjuk. Adja magát egyébként a játék, mondom, már szárábástja. Úgy. Oda átmegyünk. És azt ilyen távolról nem tudjuk kinyitni, de annak is biztos megvan a útja, hogy kell kinyitni. Most inkább nem foglalkozunk vele, tovább jövünk, ment a játék. Azt mondta, soha nem fogja megszokni ezt a padlót, hát meghiszem azt. Egy kis arany haverunk lett. Ez itt egy bármi és akármi. Oké, lett egy lépcsőnk. Van itt minimum egy enemy, kettő, köszi. Három. Szórakozzunk már. Konfringó kapja. Te ott halsz. Pusztulyka. Ugyebár a pirosakat nem tudjuk kivédeni, úgyhogy arra... Ajándék hozzávágva. Nem figyeltem. Ezt akartam fölvenni, hogy legyen magikánk. Ó, szóval ti többen vagytok most. Nice-mice. Pusztulyka. Oké. Kapott halsz. Előrébb, mert az ott becsapódik. Ezt benéztük. Ezt is. Gyógyítunk. Szóval összeszedjük egy kicsit magunkat. Pistike nem mondja még a... Plusz tujka. Kivédtük, de nagy nehezen. Nagyon a mázli faktorba múlott.
Jó, ugráljál, bástya, éred magad otthon, most meghalsz azért. A párbajozás magas foka, ha már mesterek vagyunk, ugyebár mi vagyunk a párbajbajnokok, ez köztudott tény. Így mindenki kapta halt. Egész jól helytártunk eddig. Zárójeles megjegyzés, hozzáteszem, hogy bár igen játszok, és az én döntésem, ettől függetlenül hullafáradt vagyok. Úgyhogy ez a szoborbánya. Jó, akkor open the magic. Jó, ott van sok minden és akármi. De ott egy gyerek közelebb, ez volt az, amin egy kicsit gondolkodni kellett tanul. Hova is miként húzigáljuk magunkat. Ne. Mered ide jött. Ezzel áthúzzuk magunkat ide. Ami nem viccel. Hogy valahova ide húzzuk magunkat. Akkor innen leugrunk. Mert itt van nekünk egy másik. Igen, meg kell nézni, mi váltunk a boltívkétől, de az, hogy itt van valami. Itt meg nincs, viszont azt hiszem nekem mindkettőre szükségem van, mert nincsen ilyen fogadó. Itt viszont van. Itt mentünk egyet, mert szerintem oda föl tudunk ugrani. Meg most az emlékeim szerint igen. De mindjárt kiderül. Közel nem voltunk. Oké. Okay. És amúgy át tudunk odaugrani. Viszont... vissza is tudunk ugrani, hát elég négyszer volt. Akkor ezt kinyitva, ott megjelent egy olyan is. Szóval, ha célozni tudnánk oda. Oké. Oda. Oké. És azért van itt ennyi, mert azt nem lehet áthúzni, de nem tudom már, hogy át kellett-e volna rángatni, vagy nem. Itt csak ennyi a lényeg a dősi mágiának, hogy simán. Ha nem világít a pálcánk, akkor már jók vagyunk. Hogy át kellett ide jönni, az azt túl gondolom, hogy ott volt még valami. De az is lehet, hogy nem. Itt több harcon is túl vagyunk. És azt hiszem még lesz egy. Azon kívül az egész berendelés, elgondolás mind szürreális és nagyon jó. Nyílt is az ajtónk. Hiszen neked logikai feladatok. Záródik a nyílik. Akkor az egy előterem csak. Rengeteg pergamen van ott. Elég jó kis pergamentároló. Das ist Lade, amiben van egy erőnyerő fűzet. És akkor itt meg jön egy pucsó bunyó, azt hiszem. Ha minden igaz, azért van itt ennyi tojás. Köszi szépen. Köszönöm.
Pusztulj el. Oké. Pusztulj, kava. Hát őt célod már be. Jó, egy krumplival kevesebb. Ajándék, püf. Oké, ő is. A nagyok a elsődlegesen kaptuk. Ne! Jó, leestünk, nem baj. A gurulás átkap, próbáld meg újra. Pedig olyan szépen már kettő meghalt volna. No, nem baj. Pusztítsuk a krumplikat. Remélem, hogy ami ott volt, azt felvettük. Hanem akkor majd most. Ugye teli vagyunk ősi magickel, szóval 11-es szint kell el, úgyhogy annyira nem egy bonyi-monyi. Jó, hát veled egyből kezdünk. Haverkodunk. Te első ajándék. Kapsz egy ilyet is. Kapsz még ilyet. Hármas, egyest, mindent is rád küldünk. Oké. Kell egy kis ősi magika, add ide. Egy bástya ajándék. Pusztulj. Akkor ne pusztulj nekem, így is jó. Y ajándék. Azt hitted vagány vagy, de közben nem. Hát behajtottuk a semmibe. Jó, ja, még van egy pistike, szóljál. Akkor te. Azt is elhajtottuk a semmibe. Jó, messzire elér, azonnal halt. Nem volt egy vasillosz. Erre kapunk egy gólemet, köszi szépen. Egyből olyannal, ami nem jó, hát akkor egyél. Ja, te már emlékszem, te vagy a színes pistike. Igen, pöf! Amilyen színű pistikét tol, olyat kell rá csapni. Amúgy meg nem sérül. Annyira. Akkor X-et is kapsz, nekem így is jó. Ne legyél már mindenálló. Adj el ilyet. Y-hoz mit szólsz? Főfajándék. Nagyon nice volt, köszi, van G betűn, úgyhogy így jár, tehát túl közel megyek, ugrálsz? Nem ugrálsz, nagyon nice, oké. Okay. Nem nyert, ő volt a gyorsam. Ellé. Hogy minimálisan megy le az élete. Ajándék. Kapta hal. Ajándék megyünk, pöf. Add ide, fölvesszük. Mindent kapott. Mi szerintem jobban bírjuk bástya, mint te. Kölek, hogy egyből bevarázsolod magadra azt, hogy haj. Oké. Ahogy azt hitt, hogy nem kapod a törődést, örülnék, ha nem folyamatosan hátrálnánk. Oké, majdnem kijutottuk a ható köréből, de nem. Azt jó, hogy beleugrottunk. Ajándék, mondom egy. Úgy. Rossz gomb majdnem. Szépen védekelünk.
Ez nem nyert kis hangszoros G betű. Változik a támadásja. Ajándék. Ősi magika. Aztán meg. A szeletelő bűbáj mellé is ment. Oké. Ez is meglett. Ahogy kell. Kérdés, aki nem ilyen jártas a harcban, mint a karakterünk, az hogy teljesítette ezt a pár próbát? Ugyanis, ha elbukik, akkor mi van? Azon kívül, hogy meghal. Baromi hangulatos a terem, bár már láttuk az alját egyszer. Mégha nem is akartuk látni. Oké. És megint, ó, itt is van a löreg. Egy újabb merengő. Tehát a láda jobban érdekel. Mivel volt egy kerámia maszk, ami... Van az pont, eladni jó. Oké, nem jutunk át, Merlin kell majd hozzá. Hát még nem is Merlin kell hozzá, hanem ugyebár a próbásnak a tulaja, amit úgy hívnak, hogy legyőztem mindenőt, most ki kell derítenem, mi a védelmeztek egész idő alatt. Percival Rackham. Annak a, az van itt, vagy a Merlin, lehet válogatni. Ha tudjátok, írjátok meg komment szekcióban. Mert miért is ne. A tojás nem lezúzható. Viszont... Nem Wingardium Leviosa-zható se. Oké. Akkor nézzük meg a merengőt, valószínűleg Kaskin a haverunk. Onnan kijön egy darab csepp, mekkora lolmá. Ez már 3D emlék, ebbe bele se kell hajolnia. Vagy begyűjtöttük magunknak, hogy majd másút megnézzük, vagy fene tudja. Na ott a kis csaj meg ő. Miért van ön érzésem, hogy a kis csaj rossz lesz abban? Bámulatos, hogy teremt a kis csaj a semmiből, miket. Apja állapota nem javul, bátyja meghalt, ő volt ugyebár a kis mankós gyerek. Ja. The pain of losing him is as deep for him now as if it had happened only yesterday. He doesn't need pretty pillars, he needs peace. Béke kell neki, nem szép szobor. Help him, Professor. You do so much for your father already. It's not enough. I want to take away his pain. Meg akarja szabadítani az apját a fájdalomtól, mint például. To use this magic that you're mastering to transfigure more than the physical world. But human emotion is a potent force unto itself. Even the most well-meaning and competent witch cannot possibly know the consequences of irrevocably manipulating it. So I'm to watch as my father's pain destroys him. Napjának magától kell túllépni a fájdalmán, és annak mindig jó, ha vele van, mert az természetes. Every year a student sees something sillier than I could ever imagine in their tea leaves. Okay. Oh, Miss Morganach. Welcome back to Hogwarts, Professor. That's going to take some getting used to. Professor lett belőle. I was so pleased to hear that you'd accepted the position. Sötét varázslatok kivégzése tanár lett. Sit, Isadora. Tell us about your travels. I was actually hoping that you and the others might join me at my home this evening. There's much I'd like to share with you. That would be delightful. We shall let the others know. Vagy csak ők ketten. I shall see you then.
gyanús. Gyanús a kis csaj. Illetve itt már professzor, nem is olyan kicsi. Merengő erekjét szereztünk. Mire jó a merengő erekje? A gyerekje, ami az ördög merengőjéből felett lebegett. Ezzel akkor mindig vissza tudjuk nézni az adott emléket, és más is meg tudja nézni, vagy bármi és akármi. De a felszerelések között itt a fehér maszk, ami még adja magát. Mint látod, Ervin sok hónapja nem volt élő adás, úgyhogy mondhatnám, hogy csak videózok, nem streamelek. Hol kamera nélkül, hol kamerával. Ezt láthatják, akik követik a munkásságomat. Ha minden jól igaz, addig lesznek adások, ameddig játszok, ergo örökre. A játékban szerintem sose fogok kinőni. És ennek köszönhetően... Crystallized stone. That must be the way back to the map chamber. Oké, átmegyünk. Úgyhogy ennek köszönhetően, ha nem is élőadásba, videókba lesznek. Hát mi ide visszajöttünk valahogyan, valószínűleg ezen a homályon át. Das ist térkép. Ott is van a kettes. Charles Rookwood. I'm a student at Hogwarts, sir. And this is Professor Fig. Professor Charles Rookwood at your service. Has someone completed the first time? Teljesített az első próbát. I have, Professor Rookwood. Láttam már ön korábban. We saw you in the pensive in Gringotts with Professor Rackham. Indeed. So, you found the portkey to access Professor Rackham's vault, and you deciphered the map within the locket you found floating above that pensive. I did. Hmm? I found something that I can't identify floating above the last pensive. Ah, yes. You will find a similar artifact in each trial. You must take care to keep them safe. Oh. You will need them to complete the journey we have set forth for you. Once you have them all, we will tell you what to do with them. Very well. Are you able to tell me anything about the next trial? Before you proceed, I would like to speak with Charles regarding the urgent situation involving the goblins. The goblins? The student has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. They and their mentor, Professor Fig, not only encountered goblins lurking outside of San Bakar's tower, they also encountered a powerful goblin in my vault at Gringotts. Hmm. I'm afraid it would be wise to halt the trials until we know more. Ez jobb, mint a trimágus tusa. We shall defer to you in this matter, of course. Now then. Wait, Professor. The name Rookwood. Do you think that there's a connection to Victor? Perhaps. But we can't be sure of its significance, if any. For now, tell me what you saw in the pensive. Before the witch from the last pensive, Isadora, became a Hogwarts professor, she argued with Professor Rackham about using magic to remove pain. Hmm. Hopefully the next pensive provides more context. For now, we should learn what Ramrock knows. I will be honest. Oh, nice. I've no idea where to start. Actually, I might know of someone. I saw Sirona at the Three Broomsticks speaking to a goblin once. Well, it's worth a try. See what you can find out. Of course, don't forget my studies. Yes, sir. Nice. Go. Jött el menne. Igen. Professor? Have you encountered swirling traces of magic in the world? Aside from those along our path? Egyébként találkoztunk-e? What are they? Evidence of the Keeper's efforts to manipulate the power of ancient magic during our time. If I am correct, and I usually am, you should be able to use them to inform and enhance your own magic. Thank you, sir. I will look out for them. Na, megjelennek akkor új nyomok. Úgyhogy nice.
És ősz jön? Ebben elvileg összekezdődik a suli nyár végén, szóval akkor inkább ez a halloween-i korszak tél. Nitzetszer. Na, ez megvan. Pépét kaptunk. Új küldetés elérhető. A levelekből elviekben nincs új. Viszont küldetések. Fejleszd a mágikus képességeit, hogy hozzáférje a következő próbához. Kategória 2, 4, 6, 9. Cucc van. Közben még az egyéb mellékküldéket is meg lehet tolni. Gondolom, akkor mindjárt kapunk egy hangüzenetet. Csak hogy jó legyen. Errefele egyébként, ha jól gondolom, a Genabi Vix. Meg van a seprőfejlesztés. Igen, arra fele nem engednek le. Közben Gardwick Moon is akar valamit. Tanár. Igen, ők kérdés nélkül lezárnak, hogy ne tudj lemenni a csaj részletbe. Descendőt kapunk. Oké, már három küldetésünkbe is csapódott, az egyik ugyebár a seprű fejlesztés maga. Arra pedig nem tudunk lemenni, mert ugyebár az a csaj részleg valószínűleg, és oda csak a nők mehetnek le. Ami tiszta sor. Ha a női karakterünk lenne, akkor mondom, ez meg tükrözve lenne. Vagy az mindkettőbe lemehetne. Azt hiszem, anó Hermione valami ilyesmiről magyarázott, hogy a nők bemernek bárhova fordítva, meg nem, vagy Ron, anó, akkor Hermione megjelent a hálótermünkbe, mert hogy a nőknek nincs megtiltva, hogy bemenjenek. Jó, találd meg a Lodgokot, a koboldot, vegyél részt az állattanórán, derítsd ki, mit szeretne tőled Gálvük Moon. Állattanóra. Oké. Részt kell vennem állattanóra, mint Hovin professzor tart nekünk. Akkor Gardwin Moon Roxford gondnak, ha beszélni szeretne velem valamiről, valahol az előcsarnoknál fogom megtalálni. Alohomórát kapunk érte, hoppá-hoppá, na az már jól jön. Akkor Roxmortba Sirona három seprűvel kapunk depulzót, de ja nem vagy ez a szükséges szint hozzá, ezünk van. Azon kívül seprőfejlesztést kell venni Abby Wake-től. Jó. Hát akkor, hogy sorra haladjunk, gyorsan még annyit megnézhetünk, hogy a seprőfejlesztés az mit akar. És akkor az lesz a mainak a vége. Mert miért is ne? Úgyis holnap fogom majd megvágni, szerkeszteni a videót, meg ellenőrizni, hogy mennyire rossz a hangom, vagy mennyire nem. Úgyhogy nicce-nicce. Oké, nincs kijelölve a küldi, ezáltal a térkép nem mutatja meg, hova megyünk, úgyhogy egy jobb gombbal ezt ki is jelöljük. Lefele és átfele és mindenfele mehetünk. Ez ott örül, hogy vannak aurórok, mert az egyik professzorunk is auror. Oké. Remélem van elég manink ahhoz, hogy fejlesszünk, nem ezt akartam. Elleggyem majd a dalomórát. Hanem ezt a küldetést. Ami itt van nagyon messze vele szembe. Valami céger. Csak a Hogwarts. Ott van valami. Minőségi Quidditch felszerelések boltja vagy mi. Kint van a seprűs gyerek, meg azt hiszem seprű.
come back. Na. I've arranged a special price on the broom upgrade for you. A fejlesztésedet. I truly appreciate all of your help. Adjuk el neki előbb, amit nem kellene. Egyszer 90 pénz, még egyszer. Ez elvileg azt tudja, mint a mostani, de majd mindjárt ellenőrizzük. Egyébként nem változik se föl, se le. Meg 150, így. Rossz gombot nyomtam, nem akartam kilépni. Mindenképp találkozunk. Na nézzük a fejlesztést. 1000-be kerül. Sepp gyorsulását és sebességet növelő fejlesztéset add ide. You'll be thrilled with that broom, I promise you. És elvégbe egyébként ilyenünk van. Sötét villám seprű. Csak nem is sötét villám seprűként van nekünk, hanem... Nekem, hogy mondjam, a félfalúját már itt a boltba, hogy érdeklődik a seprűfejlesztés terjéngő plegykel kérem. Információ nélkül, amit önök összetett munkám, valószínűleg kétszerűen sok egy tartott volna. Még egyszer köszönöm. Oké, a következő fejlesztésen elkezdett dolgozni. Would you be interested in joining forces again? There's another course near Irondale that Miss Reyes has mastered. If you were to test this first upgrade there, it may help me as I develop the next. Persze, hogy átgondoljuk, főleg erre most válaszolnunk is kell. Mesélj nekem róla, hogy milyen ez a pálya. What more can you tell me about the next course? It's just a jaunt from here. Rocksmart-tól délre. Beautiful mountain views. The course was designed to test fire stamina. Some of your classmates mentioned they were headed there, eager to see what Imelda has in store. A bit surprising, considering many of them expressed reticence at the idea of racing against through us all. I hope that won't deter you, and you'll give the course a go. At least think on it. Persze, majd megpróbáljuk. Sounds as if you're really outdoing yourself. Majd ki akarok megpróbálni majd. I will. Thank you. Hogy milyen, I know this recent success was only the beginning of what I can do for Broom Flight. Report back as soon as you can, and we'll be off to the races. Vagy milyen a kontrolleres repülés, mert lehet, hogy az viszont repülésnél kézre áll. És akkor ha bemegyünk itt a felszerelésekbe, akkor már látjuk is, hogy egy szint rajta, három lesz rajta. A másik dizájnunk pedig ez a levendula északi fényseprű, ami szerintem egy vicc. Egyébként nagyon hasonlít ahhoz, amit meg tudunk venni. Ha jól látom, ennek nem van a vége. Mert ez a levendula. Persze, hogy visszatértem, mutasd a seprűt. Minket meg sötét villám seprű. 2000 pénzért a sötét varázslatokhoz nyúlni. Szerintem amiben deficit bekülönbözik, az talán más színű a nyer, de tök ugyanaz. Fehér annak a vége. Thanks for stopping by. Még a mostaninknak szintén. Ja, tök hasonlít rá. Talán a nyél egy kicsit itt sötétebb, világosabb, levendulásabb színű. Kirohanunk meg Roxfordból, megnézzük, hogy mi van arra, hogy van arra. Map. Oké, ki akar vinni, úgyhogy az nekünk tökéletes, abba az irányba el is tudjuk hagyni a kis falucskát. Oké. Okay. Ugyebár itt már elviekbe lehet repkedni. Hát, viccesen néz ki. Igen, ebből paca megőrülő hangján kívül. Mi van, drága? Gyere ide. Gyere. Paca ilyenkor csak hisztizik, nem jön ide, az a baj. Ezzel a lendülettel fölugrott ide mellé. Szóval a másik seprűnek szerintem szebb a színe. Jobb pofák, hogy a hátulja tüzes. Kecsesebb, elegánsabb. A rossz gomb. Mármint túl korán nyomtam gombot. És akkor az már úgy mégiscsak jobban néz ki. És akkor elviekben úgy gyorsabbak is vagyunk. Még itt most a küldetés.
konkurencia elsöprése. Abby említett, hogy Imeldet a Roxfortot délre találta meg, az, hogy megszerezte a Abby által kért adatokat, részt kell vennem a seprű próbán. Oké. Onai professzor megbízás. Onai professzor arra kért, hogy tesztem a depózót egy lebegő ellensége. Ha ezzel meg vagy oktorról, taknyot kell gyűjtenem. Megbízás teljesítéséhez meg kell találnom, majd le kell győznöm egy trollt. Bár mindent útmutatom, nem fog segíteni, a térkép még hasznomra válhat. Oké, és a Descendót kapjuk meg érte. Madame Kovaga arra kért, hogy Roxfortot délre Karib-köl vízment egy gyakorlatilag seprű lovaglás követő délnyugati egyébként a torony körül kéne körbenézni. Hát igen, Garlic professzor nem, és akkor elmegy a dalom óra, úgyhogy ez majd jól jön nekünk. Igen, akkor nézzük, hogy milyen. Igen, talán a boost is egy kicsit tovább tart, de jelentősen tovább tart. Valószínűleg az irányítás is változik, mert magyarázta, hogy ő, akkor nézte, akkor kanyarba kidobja a seggét, meg elhúz. Aminek köszönhetően... ez tök más. Itt ebben a felső teremben nincsen semmi jóság. Azon kívül lezárt... ajtók vannak ott. Úgy látom nincs. Egyébként tök hangulatos, hogy is simán át lehet repkedni a dolgokon. Roxforti birtok, déli Roxforti birtok. És már itt vannak ilyen luffancsok. Lehet, hogy ezekkel kapcsolatosan van valami, de az is lehet, hogy nem. Torony közelében azt mondja, szóval ez a hegy túloldala. Ilyen vagány itt, hogy enemiskedik. Kukucs. Orcsok? Adok hát. Jó. Nem tudok leszállni, azt mondja. De hogy nem tudok leszállni. Ahogy. Tassátok magatokat. Ott vannak. Akkor téged a levegőbe kell dobni. Téged felveszünk. Maradsz nyugtom. Oké. Csórikám kapta. Akkor lebegjé. Meg is lett, parancsolj. Ezeket begyűjtögetjük szépen. Itt van valahol a korcs szörmeménk. Hogy fene tudja. Van itt még pamukuszma tojás. Hogy négyszer-négyszer legyen. Ezek már nagy fák, ezek nem bokrocskák. Nyilván el is jó úgy ilyen téren, hogy a magyar felirat rajta, mert a anélkül nem biztos, hogy elsőre azt megértettem volna, hogy mondjuk azt kell neki, hogy a levegőben lévő enemikkel foglalkozzunk. Magasabbra nem, nem. Akkor azt a hegyet nem lehet átrepülni, de írja is, hogy ilyen áthúzott ikonja van. Egynek, hogy avval nem lehet mit kezdeni. Oké. A itt lévő dolgokkal kell foglalkozni első körbe. Oké, ott egy gőzös. Ott nem feltétlen kanizsára megy.
Egy. Boost. Kettő. Megpattantunk és lemaradtunk róla. Három. Bár itt a legjobb gyakorolgatni a seprűt. Négy, és az ötödik látványosan itt. Akkor még ezen kívül van más is. Nem hajlandó elég magasra repülni. Még lassított felvételbe azt megcsináljuk, itt megint csak zuhanunk rá. Nem képes minél magasabbra menni még. Nem tudom, hogy a jövőben ez változik-e. Folyamatosan lehúzza magát, pedig nem nyomom a space-t, hogy emelkedjem. De legalább akkor megnézzük, hogy mi van itt. Abandoned long ago, no doubt. I don't want to work with goblins. Not now, not ever. Rookwood's gone mad. Milyen enemy van itt? Hope I never have to see it again. I'll have filled a cemetery by the time I retire. Akkor lelapulunk, de szerintem te meg nem érsz el odáig. Perhaps it's dinner I'm hearing. Okay. I could swear there's something. Something's not right. Nem lövünk el odáig. Akkor lejövünk. Tűz ki, jó katona. Gyorsan halnak. Nagyon gyorsan halnak. Hogy azt mondjam. Nem ide, nem oda. Esélyre ne semmit. Konfringó se. Na mindegy, akkor itt mentünk egyet. Hát ez a mai rész, ez ennyi lenne. Remélem tetszett. Bár írjátok meg kommentbe, hogy szerintetek maradt-e még bármi a próba alatt ott a terembe, amit nem vettem észre. És köszönöm, hogy végignéztétek, és találkozunk legközelebb. Most ezt a zenét hagyom itt egy pár percig, és addig is. Sziasztok!